Sziasztok, itt Amur és a Moddolt Minecraft gameplay sorozatom 30-valahanyadik része. Most is irtózatosan meleg van. Bocsi, innom kell. Na, mint látjátok, most azért imádkozunk, hogy végre normálisan végig tudjam forgatni a részt, és ne lépjen ki a Minecraft, illetve ne fogjon el a memória, ne lépjen fel 1566 hiba, mert az Ender Queryt meg kellene végre csinálni. Úgy látom, XP miatt aggódtam, hogy nem lesz elég, de lesz. Nem is tudom, hanyadik könyvnél tartoztam, azt hiszem, hogy 50 már valamelyik lehetebb, akkor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, összesen 32 kell lesz. Akkor 17, 18, 19, 20, fent már van egy láda, amiben gyűjtögetem az összetevőgőt. Arra kell figyelni, ezt olvastam, hogy van egy olyan bug az Ender Query-vel kapcsolatban, hogy olyan könyvet használunk fel a kraftoláshoz, amelyiknek nincs enchant elnevezése, tehát véletlenül az is egy bug egyébként, ha nem ad semmit ilyenkor, ha enchantolsz egy könyvet, de nem nincs ráír, hogy élesség, hatékonyság, védelem, stb., hanem csak annyi van, hogy varázskönyv, akkor utána crashelni fog az Ender Query, amikor használod. Tehát ezt érdemes végigfutni, hogy mindegyiken van valami. Elméletileg kell, gyakorlatilag még mondom, létezik egy ilyen bug, hogy még sincs. Tehát erre figyeljetek oda, amikor kraftoljátok. Ebben a ládikóba pakolgattam eddig bele, amire szükségünk lesz. Hát ebből valamiért piszok sok kell lesz. De jó, hogy egyébként ide raktam ezt a ládát, mindegy, mert ez mozgatható ez a ládikó. Hozzuk ide a maradék könyvet is, mert azt lekerni nem lehet rekösztcsőben, hiszen egyedik. Ami nem stackelhető. Lehet, hogy le lehet kérni egyébként, ami nem stackelhető, de akkor egyesével kell lekérni. Hát most a következő, ami lesz, fejleszgetni a ládákat. Van upgrade, tehát meg lehet azt csinálni, hogy iron chestből aranyat csinálni, aranyból, na ezt jó megmondtam. Igen, tehát vasból aranyat, aranyból gyémántot, és akkor egy-egy kattintással van egy ilyen upgrade, ezt lekraftoljuk, rákattintok a ládára, és hopsz, nagyobb lesz. Sokkal jobb, mint kibepakolgatni. Ez persze a Reinforced Strongboxokkal nem fogom tudni megcsinálni, azokat ki kellett cserélni iron chestekre, vagy eleve már akkor arany vagy gyémánt chestekre, de hát ezt akkor, ha végre beindítunk egy queryt, egy bármilyet, egy ender queryset, vagy egy buildcraftosat, csak valami hozza már nekünk nagy mennyiségű az anyagot, és legyen alapanyagunk az ilyen fejlesztésekre is, mert egyébként már olyan szinten eláraszt, fú, vassal, meg facsemetével, az lesz a következő még szintén, hát rengeteg következő dolog van, hogy ezeket a facsemetiket fel is használjuk, de mert alá akarom elültetni, jajajajaj, Isten ments, hogy itt vége láthatatlan erdőt hozzak itt létre, nem nézne egy-két ki rosszul, több négyzetkilométeren keresztül csak erdő, meg erdő, meg erdő, de nem az a célom, hanem hogy biomasszát, biofuelt gyártsak belőle, és az energiát adjon nekem, nagyon-nagyon biók leszünk. Oké, okay, de jó, hogy ide belepakoltam, és annyival kevesebb fér. Mindegy, ott tartottunk, hogy 20. Akkor 21, 22, ne játszatok velem, hogy pont elfogy. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nem, elég lesz. Csak hát itt még kell lesz mást enchantolni, azt hiszem, vagy nem, a könyveket enchantoltuk, akkor az enchantolt fák azok már úgy jönnek létre, hogy ezek kraftolásával, tehát tényleg, hogy én lekraftolom ezt a 32 könyvet, akkor elméletileg, atya úristen, na most legalább az van, hogy belaggol, ha megnyitok valamit, így, hogy állandóan kikapcsolgatom a neit, csak akkor kapcsolom be, ha tényleg receptet akarok nézni, ez O betűvel kapcsolat ki be. Jó. Egyébként praktikus lenne ezt a ládát innen felszedni és levinni, mert úgyis lent fogom. Hát nem biztos, hogy lent, na, de csináljuk akkor lent. Na, ez a lényeg. Igen, ezt is akartam a Soldering Station-nel megcsinálni a Request Table-t. Mondtak nekem nagyon sok mindent az előző részekhez, kommentekben nagyon jó tanácsokat, és nagy részét meg is fogom fogadni. Ne csodálkozzatok, hogy a kommenteket követő egy-két epizódban nem kerül bele, mert van úgy, hogy 5-6 is fel van véve előre. Az olyan érdekesen szedhető fel az elektromos query,
Először azt hittem, hogy eltűnik a semmibe, mert nem rosszul szedtem fel, de semmi gond, ez ilyen lilát villog, aztán nincs sehol, csak a inventory-ba. És akkor azt mondtam, hogy még kettő kell, ugye? Rakjuk le mondjuk ezt a ládikót ide valahova. Ide. Jó, ez az írtózatos lang, ez azért idegesítő kategória. Úgy kell, ez két vödör víz, azért volt ott az a belérke. Igen, 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 azért majd elszaladunk ide a közelbe. De először is a maradék két könyvet encsontoljuk meg le. Ide bele. Jó, ugyani. Egyesre elég állítani, ezt fel lehet húzni 30-ig, de felesleges. Bármint ha azt olvastam volna, hogyha nagyobb szintű az enchant, akkor kevesebb kell a könyvből, nem tudom, majd a kraftoláskor kidőrül, hogy ezt hogy értették, mint ha én így olvastam volna fordítás alapján, mert angolul néztem. Na. És nem arra céloztam, hogy úgy a nagy dolog, hogy angolul olvasgatom a recepteket, hanem arról van szó, hogy nem olyan túl profi az angolom, hogy ez 100%, hogy akkor úgy is van. Tehát ne értsetek felre, nem felvágni akartam. Mai világban már alap, hogy az ember értsen, hanem is a feltétlen angolul, de egy idegen nyelven, és el tudjon igazodni az interneten. Az interneten pedig, ha igazán infóhoz akarsz jutni, akkor az is alap, hogy angolul tudj, mert sokkal több infó. Tehát rákeresel valamire magyarul, dob 1000 találatot, rákeresel angolul, dob 800 000 találatot. Tehát óriási különbségek vannak, ha valami tudáshoz akarsz hozzájutni. Oké. Okay. Én úgy érzem, hogy minden együtt van. 20 obszidiánunk lesz, bőven még több is. 9 ender pörle van még szükség, összeírtam, hogy mi kell. 32 enchanted book, ez a minden igaz, megvan. 8 könyves polc megvan. 32 arany. 18 iron, még ez több is. 4 blaze road, 9 diamond, az is megvan, itt a 9 diamond. 6 stick, azt majd lekraftoljuk, van itt tölgyfánk. Egy oak sapling, illetve willow, megnéztem willow sapling, meg nagyon sokféle sapling, jó, az a lényeg, hogy valamilyen sapling legyen. Két vödör lálva, két vödör víz. Jó, kezdjük el a kraftolásnál, és itt van az, hogy remélhetőleg nem fog hívfagyni a rendszer, mert most viszont négy kell ezt használnunk, mert ez fejből azért nem megy, ez azért durva lenne. Barrel, igen, akarok csinálni a facsemetéknek egy barrelt, hogy abban menjen bele, és akkor 64 stacket tud eltárolni. 64-szer az úgy azért szép mennyiség, egy jó időnik, én nem lesz rá gondom, ha abba vezetem bele a facsemetéket. Na, ahhoz egy item sync modul kell lesz, és oda rakjuk valahol akár a közelébe is, hogy pakolja bele, ne is terhelje a teljes rendszert, hanem rögtön ott ki tudja pakolni, azt oda fogjuk rakni. Úgyse nagyon akarunk majd lekérni. Na, Ender Query. Itt van az Ender Query. Mivel kezdjük? Hopsza, na a gyémántcsákányról nem gondoltam, bár szerintem bele van számol az alapanyagba, igen. Annak a legkövetlenül, azért is kell a stick. Két stick, ez biztos, hogy ehhez kell, meg a három gyémánt. Na, kezdjük felülről. Ender Infused Obsidianból kell kettő. És ahhoz kell 4 obszidián. Jó, és ebből eleve 4-et ad. Hoppá, hát akkor az még több is lesz, mint ami nekünk kell. Jó. Kezdjük ezzel. 4 obszidián, egy ender pearl. Ez megjegyezhető. Csak nincs nálunk hozzávaló cucc. Azt mondja, hogy... Igen. Hát pár dolgot, ami ide fér, most természetes, hogy a bukkokat nem lakom ide, de például a víz, ez kell lesz majd az endertankhoz, meg a láva, én úgy emlékszem, az ahhoz kell, a vasat is ide vehetjük, csak akkor az a baj, hogy nagyon telepakolom, ez a kerítés majd a területet kijelöléséhez kell, ezt már ide készítettem, na. De talán még elég helyünk is lesz ahhoz, hogy oda pakoljuk, amit lekraftoltunk, tehát akkor egy enderpearl középen, 4 obszidián, na itt van a lag, nem is kicsi, és akkor kapunk 4 ender infused obszidiánt. Oké. Okay. Nézzük tovább. Azt mondja, hogy... Tehát ez a két összetevő megvan felső sorban, sőt megvan a csemeténk is. Jöhet az ender core, amiből kell szintén kettő. Hú, na ahhoz kell ender infused obszidián is. Meg kell végzett szeme. Ugye már azt úgy hozzuk létre, hogy blaze road meg, igen. Na, akkor két végzett szem az biztos, hogy kell lesz. Jó, tehát olyan részletességgel nem írtam le, hogy most miből mi kell. Ebből kettő az tutkó. Jól van.
És akkor nézzük tovább a dolgokat, és imádkozzunk, hogy ne fagyjon ki ennyi nehézéstől. Ender infus obszidiánból akkor kell lesz még a kettőn kívül, még egy 4, meg 4, még 8 ender infus obszidiánra lesz szükségünk, még 8-ra. Tehát ezt nyugodtan csinálhatunk még 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 2, és így, így ez már elég lesz, ez tudkó. Jó. Oké, megvan, ezek a varázsfák kellenek. Na, ehhez kell sok minden, és ahhoz szerintem mindent ide raktunk, kivéve a varázskönyveket és a könyvespolcot sem szerintem. Tehát könyvespolc középre, 4 varázskönyv, szélekre van 4 arany. Kapcsoljuk a neit. Oké. És a varázskönyv nincs nálunk, és 4 varázskönyvet nem fogunk tudni berakni, csak ha kipakoljuk addig a vödröket. Tudtam, hogy én azt nem kéne berakni, nem baj, elfér. Ez a pár kattintás pluszba. Most ezt is rakjuk már, ezt a tartalék reptetőt. Mert kell a hely az enchantment bookoknak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és pont egy 8. Na még mit rakjunk ki, ezt akarom majd kombinálni a Lumber Excel, hogy gyógyítsa magát, ahhoz nem akarok áramot. Na, ez van. Nem akarom áramosítani, felesleges keveset használom. És kint a napfénye, tehát meg tud gyógyulni. Ez se akar használódni az Istennek se, úgyhogy nagyon jól működik. Ez a része. Sok a mellé duma. Ugye? Na, középre a könyvespolc. 4 szélre mennek a rudak. Meg jön a lag. Nem baj, kibírjuk, végre elértük azt, ezt sajnos nem lesz tekkelni. Elértük azt, oké, szuper. Ebből nem emlékszem, mennyi kell. De a varázskönyvek számából ítélve sok. Jó. Siflenyomásával tudjátok így visszapakolgatni. Ti is tudtok adni nekem ilyen tippeket, megadtatok is már. Például mai nap, vagy nem tudom, hogy tudok egy gombbal mindent kipakolni, talán space és odakad, de nem vagyok benne biztos. Van mai napig nem tudom megállapítani, hogyha egy gépnél melyik oldalt, melyik lappal jelöli, meg még nagyon sok minden mást. Ezeket mindig kutyulom, mindig újra kikísérletezgetem. Biztos nektek is van ilyen. Nem vagyok tökéletes, nem is akarok az lenni. Szoktam hülye is lenni, meg még hülyébb. Ennyi. 4. Ez még nem kell, de nem tudok még 4-et újra, úgyhogy felesleges. Azt akartam megnézni, igen, de majd itt megnézzük, hogy pontosan mennyi kell ebből a Magical Woodból. Nem itt tudnánk többet csinálni, hiszen nincs hozzá nyersanyagunk. Csak hogy tudjam, hogy hol tartunk. Tehát ebből 2 ilyen enderkor kell. És mindegyikből kell 2, tehát összesen 4, az összesen 8 darab kell lesz. 8 darab Magical Wood, és ott tartunk, hogy 2. Tehát még 6 Magical Wood kell lesz. Ide meg a könyvek. A varázsfa egyébként helyettesít másfél könyvespolcot, tehát ha ezzel pakoljátok körbe az enchant table-t, akkor még hatékonyabban lehet kihasználni a helyet. Na, egyébként tényleg 8-szer lesz az 5 könyves polcot elhasználjuk. Fú, csak ki kell ezt pakolnom innen még cuccokat, hogy minél több enchant table enchantolt könyv beleférjen. Majd visszapakoljuk, most nem szükséges. Ennyi. Ezek most nem kellene, ezt tuti. Jó. És akkor ezeket pakoljuk bele, hogy tudjunk haladni. Jó van. Na. És akkor, ezt nem úgy berakt, ezt rakta el. Ezt szed ketté, nem fogjuk tudni mindet elhasználni, de haladunk. Nem fogja berakni. Nem tudja, hova kell repülni ez a könyv. Na nem baj. Megvan a 4. Hú, ez egy kicsit csiga. Tudjátok, itt pauzolok, ami jön, az összes varázsfát le nem kraftolom. Oké, megvannak a varázsfák, sőt, be is pakoltam, hogy a 2 enderkor készüljön el. Tehát azzal is megleszünk. Úgyhogy ott tartunk, hogy... Igen, ez kell lesz a felső sorba.
Nézzük csak tovább a receptet. Nem egy egyszerű összehozni. Oké, okay, Ender Infus Obsidian megvan. Permission Sapling, lesz egy bármilyen saplinghez. Lesz két Ender Core-unk. És ez a Diamond Edged Computational Matrix. Na, erre is szükségünk lesz. Ez kell. Burn, égetett quartz. Hú, na, erre nem gondoltam. De miért nem? Miért nem írtam fel a quartz blokkot? Na, ne ezzel szívünk, haver srác. Ender Infus Obsidianunk van, 4 gyémántunk van. Ezt pedig ki kell sütni a quartz blokkot. Egyszerűen csak ki kell sütni a quartz blokkot. Itt a gond ott kezdődik, hogy mennyi quartzunk van. Na, ez egy jó kérdés. Quartz. Ja, kell hozzá a kulcsom, igen. A csavar kulcsom. És lekérni az összes kvarcot. Hú, hány blokk is kell hozzá? 4. Azt mondja, és 9x4, 30. Ha van 36 kvarcunk, akkor jók vagyunk. Ha nem, akkor irány a nether. De szerintem valamilyen kvarcból van. Azt hiszem, nem is nether kvarc kell szerintem, hanem a sima. Ó, és jók vagyunk. Hát alvilági kvarc. Szerintem ez kell egyébként, ebből tudok olyan blokkot csinálni. Mennyit mondtam, nem tudom, legyen 30. 4 kell, 94, 36 az. Jó, kérjük. Megcsináljuk belőle a blokkokat. Jön. Csak valószínűleg belement ide. Bele bizony, jól van. Ó, itt még vannak kincsek, ha szükséges. Nem tudom, hogy másik... lehet, hogy elhasználom az alvilági kvarcot és a simából is meg, de nem, mint a simából több lenne egyébként. Na, nézzük csak, és akkor ezt még ki kell lesz égetnünk. Ez nem ad kvarc blokkot, de miért nem? Ja, lehet, hogy ez kisebb egységbe adja, akkor meg még kevesebb is kell. Bizony, ez 4-esével adja, szuper. 1, 2, 3, 4. Jaj, de jó. Ez így egy kicsit gazdaságosabb. Nézzük csak meg még egyszer. Ebből tuti 4 kell. Igen, jól van, szuper. Ezt kiégetjük, pikpak, és meg vagyunk. Ezzel a részsel is mehetünk alulra. A két ender pumpa megcsinálása. Az se lesz sokkal-sokkal bonyolultabb. Higgyétek el nekem. Úristen, 2-re esett vissza az FPS. Most valami nagyon nem jó, pedig a háttérről minden programot lelőttem. Magas prioritást adtam a Minecraftnak. De valami akkor se kóserre. Na, hol tudom a leggyorsabban kisütni? Ezt kapcsoljuk ki, hogy a kimenetet. Hát ki van? Ja, itt nincs. Jó, majd visszakapcsoljuk. Égetett kvarc, szuper. Ilyet se láttam még. Most kellett azért pár olyan dolgot készíteni, amit szerintem nagy részünk még soha nem csinált. Kezdve a varázsfától az égetett kvarcig. Kapcsoljuk vissza, hogyha valami átmegy a sütőn, akkor kerüljön bele a rendszerbe. Jó, és akkor most jönnek az enderpumpák. Hol megyünk le? Itt. Az enderpumpák. Szerintem a ládából én már kiszedtem mindent, ami kellhet nekünk. Igen. Ki? Jól van. Ezeket majd nem fogjuk elfelejteni visszapakolni. Ne aggódja miatt, amúr. Hanem csináljuk meg azt a Matrixot. Amit már elfelejtettem, atya úristen, 2, 3 FPS, 8, felugrott 20-ra, kellett neki egy kis idő, míg magához tél. Oké, tehát ez kell nekünk, mutasd meg, haver, mit tudsz, szuper, jól van, ez is megvan, és nézzük az utolsó részét, és nem most vagy ki, haver, nem most vagy ki. Endertermikus pumpából kell ez 2, meg egy gyémánt csánkány. Endertermikus pumpa. Ender Infus Obsidianból 4, végzett szeme középre. Na, ezt is mutasd meg nekünk. Miért nem? Miért nem? Mert nem csináltam meg 2 végzett szemének. És Ender Infus Obsidianunk sincs elég? Hoppá, rizimantyú. Mert abból kell még 2, akkor ha jól számolok. Mert ez így ad 4-et. Ez így több lesz egyébként. Persze, mert van felesleg. Aha.
Jó, de ez bele van számolva. Oké, kell végzett szemmel. Kettő, és akkor még egy adag. Aha. Még egy adagot meg le kell még, és akkor úgy lesz meg a mindenhez, ami kell. És akkor marad három pluszban, azzal nem tudok mit kezdeni. Jó, tehát jöhet az enderpumpa. Az a baj, nem fogja berakni a vödröket, mert az nem stackelhető, és az olyat nem rak be. Egy, kettő, három, négy. Persze, meg kell hozzá rendes csákány. Amit... Az rendes vascsákány. Azért kell nekünk akkor 6 stick. Mert egy gyémánt csákány kell, meg két vas csákány. Igen, valószínűleg vas csákány. De hogy miért kell 18 rúd vas, arra még nem jöttem rá. De meg minden összetevőtépen még nem craftoltunk le. Mert hogy ide egy vas csákány kell, az oké, de hát ahhoz kell 6. Na jó van. De mi vagyok? Ezt miért kellett megmutatni? Jó. Így lesz 8 stickünk, és nekünk 6 kell, úgyhogy az már jócskán jó. Kell nekünk 1, 2, 3, 2 vascsákány, megcsináljuk meg a gyémánt csákányt is, ha már itt vagyunk, és hova kell még az a maradék két gyémánt. Nem tudom, egyébként hagyatkoztam valamelyik wikire, ahol írták, hogy miből mennyi kell, azt írogattam le, tehát nem én számoltam ki. Jó, és akkor jöhet most már az enderpumpa. Abból 2 darab, de jó lenne egy harmadikat. Tehát az pazarlás. Mert most már lehet használni itt is az enderpumpát, azért mondom, és az nagyon jó, de én meg akartam, hogy mutassa, ne lassulj be, 2 FPS. Atyavilág. De pozitívum egyelőre kifagyás nincsen. Kapcsolj köneit. Ez a nei kibe kapcsolgatás úgy látom segít. Oké. Egy, kettő, három. Ja, ide kellenek még a gyémántok, azt már megfejtettük. Igen. Igen, ez nem stackelhető, úgyhogy ezt még egyszer ki kell lesz rakni. Azt a részét megvan az egyik enderpumpa. Vödröket visszakaptuk. Jó, ezt tudjuk, hogy visszakapjuk. De attól még kellett pluszba kaptolnunk. Jól van. És... Én azt csak ezt pakoltam arra, hogy azért mondom, hogy már volt egy, ez tekkelhető. És most jön az utolsó, legutolsó lépés, az Ender Quarry hamarosan elkészült. Gyerekek, ti ezt elhiszitek? Nem is tudom hány epizódra, de legalább 10-szel ezelőtt, de lehet, hogy 20-szal ezelőtt. Lehet, hogy 20 résszel ezelőtt már terveztem. Upsza, mégse fogad el minden saplingot. Pedig ezt konkrétan mutatta a recept. És most van az, hogy szopás, mert hogy nézzétek, pine, sacred oak, trópusi facsemete, pink sherry, acacia sapling, sacred oak, dark sapling, pink, maple, mangrove, rubber tree sapling, willow sapling, itt a willow is, nyírfacsemete. Jó, hát keresünk valami mást. Valami más saplingot, nem tudom, ami kéznél van, mindent megnézzünk, ennyi. Felmegyünk és megnézzünk mindent. Na. Végpróbálgattunk párat, és a Rumble Tree-vel adja. A Rumble Tree-vel azzal például adja. De érdekes, mert a többit is felsorolta, de azzal nem adta meg. Nem baj, nem baj, lényeg, hogy sikerült van Ender Quarry-ra. Most jön az, hogy kellene egy feltöltött, brutál erős energy cella. Valóban rakjuk ki az obszidiánt is. Hova is raktuk? Szerintem én a dustokhoz gyűjtöttem. Legyen itt. Igen, van is belőle valamennyi. Jó, átrakjuk ide ezt az ender infust obszidiánt is. Bár inkább gép kategória. Na, még benne hagytam két saplingot. Bocsi, hogy itt ilyenekkel szórakozok, de ne foglalja a helyet, sőt, igen. Mert most jön az, ami még nem volt, és akkor megyünk a... Nem is kell lesz, hát ott a komplet reaktor a másik helyen, oda akartam beüzemelni a Buildcraft-os Quarry-t is. Jó lesz az, jó van, jó van, jó van.
Ami kellene nekünk, az viszont vérkomolyan resztónos konduit kábel, mert vigye át azért rendesen az energiát, azt mondja, hogy keresünk olyat, mi kraftoljunk párat. Azt hiszem át lehet alakítani, nem, ott nem, ott nem lehet upgrade-elni a hardenedet, mindenképp újat kell csinálni. Energy conduit, Restone Energy conduit MT, és akkor ezt kell megtölteni. Elektromingot kell hozzá, meg hardened quartz. Hardened, igen. Pulverized obsidian és lead. Jó. Leadingotunk biztos, hogy lesz. Pulverized obsidian. Ezt még lecraftolom, kikapcsolom, szerintem ez annyira nem érdekel benneteket. Azért nézzünk mégiscsak bele, tehát 4-esével adja a pulverized obsidiant az obsidianokból. Igen. És akkor azt természetesen induction smelterbe tudjuk kisütni, úgyhogy kell neki a 16-hoz 4, mert 1-8 arányban van, akkor sőt, ebből csak 2 lesz, de 2x2, tehát összesen lesz 4 ilyen üvegünk. Jó. Aztán mi kell még nekünk hozzá? Bambamban, hol van a recept? Hova tűnt? Itt van, csak én vagyok bamba. Elektromingot. Ez a 4-hez kell akkor nekünk 8 elektromingot, ha nem tudom mennyink van. Egyébként arany és ezüst összeégetéséből van. Csak pulverized módba kell lenni az aranynak és az ezüstnek. Tehát nem egy olcsó cucc. Megnézzük, hogy mennyi elektromunk van. Ha van 8 darab, akkor nem állunk neki gyártani, majd gyártunk legközelebb, ha szükséges. Egyébként gyártottam... igen, de máshoz. Jó, oké. Okay. De hülye vagyok, nekem kell a kulcs. Azzal kell rákattintanunk. Itt az adaslag van ebben a részben, de legalább fagyás nincs, úgyhogy... De ezt kapogjuk le. Kap, kikapog. Na. Mi kell nekünk? Atya úristen, amúr, elektrom. 5 van. Akkor kell valamit kraftolni. Akkor nincs mese. Akkor arany. Használjunk el vagy 3-at. Tudom pontosan mennyi kell lesz, meg ezüst. Ezt mi is szilvernek hozzá. Arany megérkezett. Felisszett a koma. Adod, de? Legalább meg kell a hátizsákból kiszeregetni. 2 FPS, komoly. Akkor az ezüst az valószínűleg már az én hátizsákomban landolt bizony. Na, ezeket pulverizoljuk le. Hát valamihez elengedhetetlen, tehát sokan mondják, hogy na, mindenki a Thermal Expansion-os gépeket használja, de hát valamik recepthez más, hogy pulverized anyagot. Jó, persze van. Szerintem a Crusher is megcsinálná. Nem akarom, hogy ki visszakisüdni! Basszos! Na, kezdhetjük előről. Már nem csíptük el. Ez hihetetlen komolyan. Ajj. Persze, hogy már a rendszerbe visszakerült. Kérhetjük le újra. A pauz addig. Oké, okay, mindjárt végzünk is ezzel, meg van ez a része. Jó, és akkor ezeket induction smelterbe kisütjük. Így jönni. Négy, hat. Annyi szerintem elég is lesz, hogy lecraftoljuk az alapot. Hát hármat, három vadagcsövet, mindegy. Igen. Kérdés, hogy hova visszük. Lehet, hogy kevés lesz, de hát most mit tudok csinálni? Hát csinálni például többet. Na mindegy, valahogy megoldjuk, hogy jó legyen. Mert egy biztos, hogy a reaktor az le tud annyi, adni annyi elefet, amire szükségünk van. Hát 18, na. Még hogyha két elektromingotot készítenék, akkor még kapnék egy adagot. De várjatok, ezt még fel is kell tölteni, ez nem ennyi. De van szerintem folyósítva redstone-unk.
Van bizony, jól van. Akkor töltsük fel szépen, szuper. Nem biztos, hogy elég lesz. Vagy legalábbis nagyon ki lesz számolva, nem baj, folyósítunk még legyen, mert ez bármikor jól jöhet. Hűtőfolyadéknak is ezt akarom majd a következő reaktorhoz. Magma Cruise-ből kell belerakni a vöröskövet. Az folyósítva és áttölti a fluid transposerbe. Jól van. Most egyébként, mintha az energiatermelő rendszer valamiért nagyon stabilan működne. Gyanús, hogy nem megy lent a lézer, ami elszipkázza. Be van kapcsolva teljesen feleslegesen, most egy kicsit szüneteltessük. Jó, akkor ott tartottunk, hogy átmegyünk a régi helyre. Feltöltöm még a repkedőmet, és megyünk. Addig pauz. Na, itt vagyunk a régi bázison. Itt csináltam egy kis helyet. Szerintem ennyi elég lesz neki. Első körbe, mondjuk ide lerakjuk az Ender Query-t. Mellé rakunk majd egy feltöltött Hardened Energy cellát, de igazából nem kell. Hanem közvetlenül ágasztassunk el, igen, onnan. Ezt le is szedhetjük, mert nekünk útba lesz. Kell lesz majd ládikon, jövő pakoljon. Ládák, van aranyládám is itt valahol. Erre nem lesz szükség. Van itt egy aranyládikó. Ebből nem sok minden van, de van pár cucc. Kicseréljük egy ezüstre. Átpakoljuk a tartalmát egy ezüstbe. De csak sokkal több minden fér bele. Ezt amíg megoldom, pauz. Na vagyok. Ez közvetlenül rákapcsolható rá. Az mindjárt kiderül. Jó. Elméletileg ebben megy az energia ezerre. Bizony fel is töltődött. Oldjuk meg, hogy legyen hova kipakolnia. Jó, azt látom, hogy fence boundary nincsen. Hogy ezt csak ládába pakoljak közvetlenül? Lehet. Ezt a részét nem tudom. Őszintelik, erre nem emlékszem. Próbáljuk meg, hogy rárakunk egy ládát. Jó. Addig nem rakhatom rá, de hogy nem. Jól van. Megfelelő ládából. Már nehezebb. Hát én nem tudom akkor megoldani, hogy két ládába. És akkor... kijelöljük neki. Sima Minecraftos kerítéssel. Ezt nem tudom, hogy szereti, ha van mögötte valami, és rácsatlakozik a kerítés, hogy ha nem érzékel, akkor megpróbáljuk újra. Akkor körbeütöm a falat, vagy beljebb rakom a kerítést. Megoldjuk. Nem voltam telhetetlen igazából, mert query-ből nagyobbokat is építünk. Ez biztos nem lesz neki probléma. Energiaellátásnak elégnek kellene egy ilyen reaktornak. Na nézzük. Reméljük be van kapcsolva. Ja, mi nem ugorhatjuk csak úgy át. Megoldjuk. Átrepülni azért át lehet. Jó. Successfully stabilized boundary. Oké. És akkor most mi a haver? Te szerintem jobb lenne a gyönnél, csak nem tudsz mi. Online. Eszi is az energiát. Aszta! És majd működik is.
Gyere ki haver, mert ott rossz helyen leszel. Ki tud teleportálódni a fádikon? Csaljuk már ide. Jól van, kijött. Félek, hogy felszedi. Na. Tehát energia szempontjából úgy látom gond egy szál sem. Bőven ellátja. Onnan látjuk, hogy működik, nekem ki van, nagyon le van butítva a Minecraft, tehát ilyen kis, azt hiszem kékszínű kis dolgok repkednek, de itt már látszik, ahol a fát rakott, ott már leásott bedrockig. Tehát elég gyorsan halad, tehát ha kap megfelelő mennyiségű energiát, akkor írtózat gyorsan halad. Hopp, itt behagytunk egy fákját valószínűleg. Látjátok? Ezt már végre. Ami még érdekes, itt azért nem ment tovább azon a soron, valószínűleg ott van pont a csánk határ. Most nem emlékszem, melyik gombra jön ki, hogy lássuk is. Tehát ha ezzel is például szervereken azért nem mindegy, takarékoskodik az erőforrásokkal, hogy egyszerre egy csankot tart betöltve. Amikor ezzel a csankkal végez, akkor azt unódolja, és elkezdi a maradék csankot. Tehát itt látjátok, itt valószínűleg itt végigmegy azon a folyamon, igen, ott már kezdte a következő sort, ha végigmegy, ott megint visszavált. És az a kis rész, az pont csank határon van, és nem lódolja, nem tartja betöltve. Ez nagyon-nagyon szimpatikus dolog még. Egyébként piszok gyorsan halad. Tehát ez nagyon professionál. Nem marad utána jókor a gödör, tehát kint, ha felszínen is csináltatjuk vele. Hát azért ezt, igen, tehát okosabbnak tartottam a reaktor mellé lerakni, mint a reaktort szétbontani, összebontani. Ha már egyszer megcsinálom majd, hogy egy reaktort szétbontom és felviszem, akkor valami írtózatos nagy terület. Nem tudom, talán 64x64 ebből is a legnagyobb, amit tud. Már nem tudom. Nem tudom, hogy őszinte legyek, majd utána nézzek. Arra lettem valami kíváncsi, hogy ilyen elalakba is engedi a például ki, mert elmentek, bármilyen területet kijelölhetek. Na, egyébként túl sok hasznos dolgot még nem tudott összeszedni itt. Kőből van annyi, mint égen a csillag, azért látjátok, elég gyorsan halad. Nem tudom, egy queryhez viszonyítva mennyivel gyors, szerintem gyorsabb, mint egy query. Szerint a bedrockig lemegy. Az még érdekes, hogy talált ilyen kőtéglát. Képzelhető, hogy valamelyik bányámmal sikerült találkoznia. Abszolút nem kizárt. Valahol ott lent jártam, és ott szépítettem a környéket. Akkor még lehet, hogy egy metrójáratomba is bele rondítottunk. Nem tudom. De egyébként gyakorlat területet kiszedem. Ó, még az obszidiánt is kiszedi. Na, ez pozitívum, ezt nem tudtam. Srácok, igazából ez ennyi lett volna, az Enderpearl is sikerült végre lekraftolni, beüzemelni, igaz, hogy egy reaktort raktunk mögé, nem szokmányos módon itt energy celláztunk, úgy akartam elsőről, hogy kint valahol szabad ég alatt, de aztán rájöttem, hogy nem biztos, hogy optimálisan működik. Ha itt van ez a reaktor, akkor meg hagy szóljon. Ez még jó ideig el fogja hajtani. Egyébként azért többet cipkáz le, az volt a szerencsé, hogy fullon volt, mint amennyit termelni tud. Nagyon úgy tűnik, mert ez a 173 RF per tick, amit lead, az egy más kérdés, hogy egyébként, hogy tényleg annyit ad ele. Nem lehet egyébként állítani szerintem. Lehet, ha létennénk egy energiacellát. Hogy kerül oda a kis fákja? Ez jó kérdés. Hát lehet, hogy oda...